Nagy Attila Tibor politológussal folytatjuk, tehát a startot, akit előbb említettük Emiliával, itt már belegabajodott az előadásba, egyfajta szabad egyetem zajlott a stúdió végében. Folytassuk és avassuk be a nézőket, hogy az a latolgatás, amiben belekezdett itt adáson kívül, az merre felé fordul, hogyha arról beszélünk, hogy ki lesz a köztársasági elnök, lesz-e jelölt most ezen a héten a főpolgármester jelölti pozícióra a Fidesznél. Szóval, hogy Orbán Viktor dönteni akar-e ezen a héten, ez például egy izgalmas kérdés a frakcióülés kapcsán. Mindenképpen minél hamarabb túl akar lenni ezen a meglehetősen kínos botrányon Orbán Viktor és csapata. Nem véletlenül, hogy az ország értékelőn is már mondta, hogy a kormánypárti frakció minél gyorsabban legyen túl ezen a köztársasági elnök választáson. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom, hogy már a mai nap vagy a holnapi nap meg fogjuk tudni, hogy ki az a szerencsés vagy szerencsétlen ember, aki a köztársasági elnöki posztra. Miért lenne szerencsétlen? Hát nézzük meg Novák Katalin esetét, nézzük meg Schmidt Pál esetét. Na jó, de ezek olyan hibák voltak, amiket ők követtek el. Attól még szerencsétlenül alakult az ő sorsuk. Jó, hát anyagilag persze nem, tehát életük végéig jár nekik a köztársasági elnöki javadalmazás, de hát Novák Katalint is nagyon megviselte a lemondás, ez látszott a lemondási beszédén, és hát azért őszintén szóval Schmidt Pál is bukottan volt kénytelen távozni a köztársasági elnöki székből, de például volt egy olyan hír éppen tegnap este, hogy Súlyog Tamás alkotmánybírósági elnök lehet a köztársasági elnök. Őről szerintem a magyar közvélemény nem sokat tud, nem is szerepelt különösebben sokan. Lehet, hogy majd egy szürke tudósegér. Már olyan értelemben egér természetesen, hogy semmi különös dolog nem fűződik a nevéhez, ami botrány szagú lenne, de egy tiszteletre méltó tudós, aki évtizedeken át foglalkozott a joggal, és akár még elfogadható személyiség tud lenni majd később. Az most fontos lehet, hogy olyan legyen a köztársasági elnök jelölt, aki a Fideszhez közel áll, de nem feltétlenül lehet azonosítani vele? Igen, ugye eléggé megégették magukat a Fideszhez közel álló emberekkel. Mindenképpen olyan jelölt kell, aki egyfelől a NER-hez hű, tehát kicsit bonyolultabban fogalmazva elfogadja az alaptörvényrendszerét. Például Súlyog Tamás biztos, hogy elfogadná. Másfelől viszont megbízható ember, tehát okkal feltételezhető róla, hogy nem lesz olyan botrány körülötte, mint mondjuk Schmidt Pál, vagy mondjuk Novák Katalin körül. Bár Novák helyzete érdekes, mert ő is egy kifejezetten jó ötletnek tűnt. Tehát ő államtitkárként, miniszterként ügyesnek tűnt, már akkor nagy média felhajtást tudott maga körül csapni, és reménykedett a Fidesz abban, hogy hát hosszabb távon mondjuk 10 évig segítheti a NER-t megszilárdítani. Hát ehhez képest másként alakult. Az irányíthatóság mennyire szempont Orbán Viktor számára vajon? Hát az eddigi köztársasági elnököknél azt láttuk, hogy ez fontos. Na de pont ez lehetett Novák Katalin veszte? Hát igen, meg Schmidt Pál veszte is, tehát az az érdekes, hogy a három neres köztársasági elnök közül az a kettő, aki a leginkább hűséges volt a miniszterelnök személyéhez, az idő előtt megbukott. Míg Áder János, akiről azért tudjuk, hogy az ő kapcsolata Orbánnal hullámzó volt. Ugye felvetődött a 2000-es évek közepén, hogy ő szervezkedik Orbán Viktor ellenpárton belül. És azért ehhez el kellett jutni, hogy őt kérjék fel. Hát Áder János felkérése kényszer megoldás volt 2012-ben, amikor Schmidt Pál szégyenszemre kénytelen volt távozni. Tehát, és mégis ő tudta kitölteni a mandátumát, úgyhogy tehát Orbánnak egyszerre sok minden kell, tehát kellene egy olyan ember, aki hozzá is a rendszeréhez hű, másrészt viszont kellene egy olyan ember, aki nem bukik meg 2 év leforkása alatt. Sokkal többnek látszik most a mozgás a Fidesz házatáján, mint ahhoz hozzá voltunk szokva. Ugye Novák Katalin helyzete, Varga Judit lemondása, hogy akkor ezt is ide rakjuk mellé, 2 pozíciót eleve nyitva hagyott. De hát az is szokatlan, hogy egy olyan polgármester, aki nagyon mélyen benne van a Fidesz történetében, Pokorni Zoltán, egyszer csak azt mondja, hogy akkor nem folytatom. És kell találni oda is valakit. És amint hírlik, számos ilyen hely van, ahol hirtelen megoldásokat kell keresni. Nem is tudom, hogy az elmúlt 14 évben indult-e ilyen rosszul valaha a Fidesz választási kampánya. Tehát valóban több pozíció hirtelen megürült.
zavarodottság, tanácstalanság uralkodik, vagy legalábbis uralkodott eddig a Fidesz vezetésében. Ez érezhető volt Orbán Viktor országértékelő beszédében is. Arra gondolok, hogy ugye az első 5-6 percben beszélt a Novák ügyről, a beszéd többi része pedig tulajdonképpen a korábbi Orbán beszédekben meglévő paneleket ismételte meg, a svéd csatlakozáson kívül, zöld átállásról már korábban is hallhattunk, brüsszelezésről már korábban is hallhattunk, tehát a Fidesznek találni kellene egy olyan témát, amivel ki tudja mozdítani magát ebből a botrányféle pocsolyából vagy mocsárból, és egy olyan témát vagy témasorozatot tud adni, amivel visszaveszi a kezdeményezést. Furcsa módon pont a gyermekvédelem ügye az most jó lehet erre? Nyilván a következő hetekben erről rengeteg szó esik majd, hogy a Fidesz milyen törvényt szeretne, milyen alaptörvénymódosítást szeretne, tehát ezt folyamatosan napirenden fogják tartani. Élére tudnak ilyen körülmények között állni ennek az ügynek? Hát nekem az az érzésem, hogy nem a gyermekvédelem lesz a legjobb kommunikációs eszköz a Fidesz számára ezek után. Nyilván az alaptörvény módosítást majd megszavazzák, nyilván majd lehetségesnek tartom, hogy az ellenzéken belül vagy az ellenzéki közszereplők között találnak valamilyen pedofil simogató közszereplőt, vagy próbálnak találni, tehát kölcsönkenyér visszajár alapon, de hogy... Érzésem szerint nem biztos, hogy a Fideszek jó lenne, hogyha ezen a trekken menne tovább. Kubatov Gábor viszont válaszolt arra a kérdésre, hogy lenne-e főpolgármesteri jelölt, mondja, hogy ő lenne, csak a budapestiek nem örülnének neki. Aztán magyarázatot is fűzött hozzá, hogy ez túl hirtelen haragú, túl hangos, túl harsány. Engem nagyon meglepne, vagy meglepett volna, hogyha azt a Kubatov Gábor tennénk főpolgármester jelöltnek, aki Budapest szétdarabolásáról beszélt. Kubatov Gábor a Híradó.hu-nak adott interjújában azt fejtegette, hogy ha Karácsony Gergely így folytatja tovább, meg kéne fontolni Soroksár elszakítását Budapestről, sőt a egyes budapesti külső kerületeket is lehet, hogy el kéne szakítani Budapestről. Tehát ezek után elég furcsa lenne, hogyha a Fidesz úgy döntene, hogy ezt a Budapest szétszabdalásán ügyködő vagy gondolkodó Kubatov Gábor tennék meg Budapest főpolgármester jelöltjének, úgyhogy hát igen, ami a szívén, az a száján olykor, és ebben az interjúban például eléggé érdekeset sikerült mondani. Magyar Péter mindig is egy futballista feleség volt, például ezt. Ugye Magyar Péter Varga Judit ex-férje, és most az ember, aki bepillantást enged nekünk abba, hogy működik a kormányzás Magyarországon, még akkor is, hogyha igazán nem mond végül is semmit. Hát ha jól értem, ez nem a dicséret hangja akar. Hát nem. De lehet futballista feleségnek nevezni valakit, most a nemi helyzettől függetlenül, aki nagyon fontos pozíciókat látott el még a múlt hónapban is? Na jó, de ő áruló. Mármint a Fidesz vezetőjének a szemében, és egy árulóval szemben sok mindent meg lehet engedni, és meg is kell engedni annak érdekében, hogy lejárassák. Azért ne felejtsük el, a Magyar Péter félepje a Partizán interjúra 2 millióan kattintottak rá, vagy végignézték, vagy néhány percet, de mégiscsak megnézték, nagyot hasított, hogy most az a feladata a Fidesz kommunikációja Rogán Antalék részéről, hogy lejárassák őt minél jobban, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Pesti László volt itt a múlt héten, aki ugye azt ígérte tavaly nyáron, hogy mindenféle ügyet a napvilágra hoz. Ő azt mondja, hogy ezt meg is tette, csak senki nem kapta fel. Valahogy senkit nem érdekelnek az ügyek maguk, csak az állítások. Hát nagyon sok konkrétumot azért Pesti László nem... Azt mondja, hogy négy ügye volt, amit... Négy ügye volt, ellenőzött. De például ebből az egyik olyan volt, hogy ő maga mondta, hogy legyenek kedvesek, az újságírók járjanak utána, hogy az egyik vasúti beruházásnál milyen túlározás volt, vagy nem volt. Tehát olyan, ő maga nagyon sok dokumentummal, bocsánat, hogy azt mondom, de nem járt elő. Ami meg Magyar Pétert illeti, hát Magyar Péternél nekem az jutott eszembe, hogy érdemes volna megfontolni, hogy most, amíg még nagy a figyelem iránta, el kéne menni a politikusnak, alapítani egy pártot, és indulni az európai parlamenti választáson, feltéve, hogyha lenne elég ideje a párt bejegyzésére, mert ugye az el tud húzolni, de Magyar Péternél még most van egy olyan lendület, hogy elmehetne politikusnak, mert most óriási az ismertség és a figyelem iránta, de minél inkább ott ragad a dolog, hogy posztolgat, és nagy ügyeket nem tár elé, a figyelem lanyhulhat majd a személyére. Akkor lenne igazán áruló. Ha
Most már mindegy szerint. Nagy Attila Tibor, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.